Kedves fiatalok, gyerekek, barátaim, testvéreim, öröm veletek lenni ezen a szombaton. Szeretném, hogyha figyelmünket arra irányítanánk, hogy mit jelent árral szemben élni. Úgy gondolom, mindannyian már szereztünk olyan tapasztalatokat, hogy mit jelent árral szemben úszni, esetleg árral szemben fejest ugrani, de igazán mit jelent árral szemben élni? Az igéből szeretném, hogyha Dániel könyvének az első fejezetéből olvasnánk igét, az első verstől kezdve. Jojákim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében eljött Nabukadnezár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét. Ő pedig elvitte azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket az ő istenének kincstárában helyezte el. Hadd álljak meg itt egy pillanatra. Ami itt történik, kérem szépen, az egy olyan invázió azok ellen, akik hittek akkor az élő igaz Istenben. Be akarták azt bizonyítani, hogy nincs egy ilyen élő igaz Isten, és a babiloni istenek sokkal erősebbek, mint az az Isten, akiben az izraeliek hittek. Azzal, hogy lerombolták a falaikat, azzal, hogy lerohanták az országukat, és elvették még a templom edényeit, a szent edényeket is, ezzel azt igazolták a felületes szemlélőnek, hogy az ő isteneik erősebbek, mint az élő igaz Isten. Majd azt mondta a király Aspenáznak, a fő udvarmesterének, hogy hozzon ifjakat Izrael fiai közül, a királyi utódok közül és az előkelő származásúak közül, akikben semmiféle fogyatékosság nincs, hanem szép arcúak, bölcsen használják eszüket, sokat tudnak, értenek a tudományokhoz és alkalmasak lehetnek arra, hogy a király palotájában szolgálatba álljanak, és hogy megtanítsák őket a káldeusok írására és nyelvére. A király pedig elrendelte nékik a mindennapi adagot, a királyi ételből és a borból, amelyből ő szokott inni, hogy így neveljék őket három esztendeig, és azután a király előtt álljanak. Júda fiai közül ezek között volt Dániel, Hananyá, Misáel és Azarjá. Hadd mondjak egy rövid bevezetést ehhez a történethez, hogy mi is történik ezzel a négy fiatalemberrel, akik az árral szemben kell éljenek, az ellen a babiloni uralom ellen, ami gyakorlatilag az egész világot le akarta igázni. Nagyon hasonló az ő helyzetük a mai fiatalok helyzetével. Nagyon hasonló az, ami velük történik, azzal, ami a mi fiataljainkkal történik. Árral szemben kell megtanulni élni. És ez nyilván nem csak a fiatalokra, hanem azokra vonatkozik, akik hisznek az élő, igaz Istenben. Mi történik itt? Krisztus előtt 605-ben a királyi család tagjai, a nemesek, beleértve Dánielt és három társát, Babilonba hurcoltatnak. A kérdés azonnal az, hogy engedhette meg ezt Isten. Ez egy kicsit úgy nézne ki, mintha a mostani migránsok, akik elárasztják Európát, elkezdenének a mi fiataljaink közül kiszemelni okos, értelmes fiatalokat, és elhurcolnák őket az ő országukba, hogy ott arabul tanítsák meg őket, megtanítsák őket a muszlim hitre, utána pedig visszaküldjék őket, hogy hűséges alattvalójaként az ottani rendszernek igazgassák az európai országokat. Hogyan engedhetné meg Isten ezt a helyzetet? Jeremiás próféta könyvében, a 27. fejezet 6. versében azt olvassuk, hogy most Nebukadnezár babiloni királynak, az én szolgámnak a kezébe adom mindezeket az országokat. Sokkolóan hat az, hogy Isten Nabukodonozort, a Babilónia királyát úgy nevezi, hogy ő az én szolgám. Amíg Osama bin Laden élt, nagyjából hozzá tudnám hasonlítani, és azt mondanám, hogy milyen furcsa lenne ma azt hallani, hogy bin Laden az én szolgám. Vagy az iszlám államnak a vezetői közül Isten kiválasztana egyet vagy kettőt, és azt mondaná, hogy ő az én szolgám, őt küldöm, hogy egy kicsit felébreszték, felrázzák Európát. Hogy egy kicsit elgondolkozzunk azon, hogy miért vagyunk keresztények, miért olvasunk Bibliát, miért mondjuk azt, hogy követjük Jézust.
És hol vannak azok a pontok, ahol a megalkuvás veszélye fenyeget bennünket? A 29. fejezet 10. versében azt mondja a Jeremiás könyve, mert azt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozzalak titeket erre a helyre. 70 éven keresztül ott kell lenni, és élni kell az árral szemben a babiloni birodalomban. Hogyan készültek Dánielék erre az ostromra? Várták a seregeket. Akármennyire furcsa, ők tudták, hogy ennek be kell következni. Amikor megérkeztek és felvonultak a babiloni seregek Jeruzsálem körül, akkor el tudom képzelni, hogy Dániel és három társa így egymásra mutattak, és azt mondták, hogy ez igen, megtörténik. A szemünk előtt zajlanak ezek az események. Hadd mondjam különösen a fiataloknak, de mindenkinek. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy a történelemnek pontosan ebben az időszakában élünk. Nem véletlen. A szemünk előtt zajlanak bizonyos dolgok, és a szemünk előtt akarja Isten lebonyolítani a végidő eseményeit. Ezért tudjátok, hogy három kategóriájú ember van. Van egy, aki megtörténté teszi az eseményeket. Van egy másik, aki hasznot húz abból, hogy valaki megtörténté teszi az eseményeket, és van a harmadik kategória, ehhez tartoznak a legtöbben, akiknek fogalmuk nincs, hogy mi történik körülöttük. Mi melyik kategóriába tartozunk? Tudjuk, hogy mi történik körülöttünk? Megtörténté akarjuk tenni az eseményeket az Isten ereje és jelenléte által? Mert ez a négy fiatal erre készült. Azt gondolom és hiszem szilárdan, hogy ha valamilyen csoda folytán, úgy mint a 8. században, amikor az asszíriai seregek körülvették Jeruzsálemet, és Isten megszabadítja Jeruzsálemet az akkori inváziótól, ha most is közbelépett volna Isten, és azt mondja, hogy majd én egy dögvésszel, majd én egy új vírussal elpusztítom a babiloni sereget, akkor a négy fiatal, Dániel és a három társa csalódtak volna. Csalódtak volna, mert nem a megmenekítésre vártak, hanem arra vártak, hogy őket el fogják vinni Babilonba, és az árral szemben kell nekik élni. Útra készen vannak, és küldetésbe mennek. Ők úgy mennek oda, mint az Istennek nagykövetei, közben a babiloni király azt akarná, hogy a babiloni birodalomnak legyenek a nagykövetei, és az a kérdés, ki fog győzni? Meglátjuk-e a rosszban a gondviselést? Megköszönjük-e az Istennek azt, hogy a migráns hullám végigmegy Európán? És megköszönjük azt, hogy Isten ébresztő csönget számunkra, és megkérdezi, hisztek ti még egyáltalán a mindenható Istenben? Ez az első számú küldetésünk. Barátaim, testvéreim, a jelen való igazság most, a 21. század elején a következő. A mindenható Isten él, és munkálkodik minden ember szívében. Bennünket pedig látható képviselőként elhívott arra, hogy az ő országának nagykövetei legyünk. Egyszer egy afrikai király barátjával együtt elment vadászni. És a barátja, aki előkészítette a fegyvereket, egy kicsit ügyetlen volt, az egyik fegyvert töltve hagyta, és ahogyan átadta a királynak és a földhöz vágta a fegyvernek a tusát, a király éppen a cső tetejét fogta, puska eldőrrent, és a golyó levitte a királynak a hüvelykujját. Megszólalt a barát, és azt mondta, na hát ez igazán jó volt most. Erre a király annyira megharagudott, hogy bebörtönözte. Míg a barátja börtönben sínylődött, addig a király még egyszer elment egy vadászatra, de valaki mással. Elfogták őket, kannibál törzshöz került, és hát előkészítették vacsorára a királyt. De amikor tüzetesebben szemügyre vették a szervezetét, azt vették észre, hogy hiányzik a hüvelykújja, és a kannibálok köztudottan nem fogyasztanak el olyan emberhúst, amely valamilyen fogyatékossággal rendelkezik. Ezért eloldozták a királyt, és hazaküldték azt mondván, hogy nekünk nem kell lesz, mert hiányzik a hüvelykújjad. A király hazafele
a barátjára gondolt. Gyorsan kiszabadította, személyesen ment érte, megölelte, és azt mondta, hogy te tényleg jól mondtad azt, hogy na ez jó volt, amikor levitte a golyó a hüvelyk ujjamat. Ne haragudjál, bocsáss meg nekem, hogy börtönbe zártalak. Ó, legyint egyet a barát, nagyon jól tetted, hogy börtönbe zártál engem. Király néz, hogy hát hogy mondhatsz ilyet? Azt mondja, ha nem zártál volna börtönbe, akkor a második vadászaton is veled lettem volna, és mivel nekem nem hiányzik egyetlen ujjam sem, engem ettek volna meg a kanibálok. Meg tudjuk-e látni a jót, az áldást még a szerencsétlenségben is? Két nagyon fontos kérdést szeretnék válaszolni ennek az igének kapcsán. Az első, mi van egy névben? A másik pedig, mi van egy elvben? Mi van egy névben? Az ókori nevek mindig üzeneteket fejeztek ki, egyfajta tapasztalatot. Vagy Isten egy isteni utasítással mondja azt, hogy nevezd a nevét Immanuelnek, vagy Jézusnak, vagy pedig a szülők az Istennel szerzett tapasztalatukat a névadásba beleviszik. És van egy harmadik módja, amikor a szomszédok adták a nevet a gyereknek, mert ahogyan a gyerek játszott, ahogyan viselkedett, a jellem tulajdonságai alapján kapott nevet. Egyébként Jákob is valószínű, hogy így kapta a nevét, ezt a csaló nevet. Képzeljük azt el, hogy megérkezik Dániel és három társa a babiloni legmagasabb szintű egyetemre. Ott találkoznak három kollégával, akik valószínű, hogy rendelkeztek a vendégszeretet ajándékával, és elkezdtek érdeklődni. Tételezzük fel, hogy Adapa az egyik. Adapa egyébként az első halandóról, Enlil és Ninlil fiáról, két istenségnek a fiáról kapta a nevét. Van egy másik fiatal, akit úgy hívnak, hogy Ninurta. Ő a föld uráról, aki egy sumér istenség, a termékenységnek, az esőnek és a déli szélnek az istene volt, róla kapta a nevet. És tételezzük fel azt, hogy ott van Nabu is, aki Marduk isten fiáról kapja a nevét. És Dánielék elkezdenek bemutatkozni, és mindenki mondja a saját nevét, és azt mondja Dániel, hogy engem Dánielnek hívnak, ami azt jelenti, hogy Isten az én bírám, ő az én életemnek az ura. Adapa azt mondja, hogy hú, az nagyon keményen hangzik. Elég szűklátó körű a te istened. Állandóan ezek szerint ott olálkodik fölötted, melletted, körülötted, és le akar sújtani rád akkor, amikor valami hibát követsz el. Én nem szeretnék egy ilyen istent imádni. Dániel pedig azt mondja, hogy nem, barátom. Az én istenem, az én életemnek az ura. Ő irányítja az életemet, és én örülök, hogy ő bíráskodik a körülöttem lévő körülményeken. Adapa azt mondja, hogy ez elég törvényeskedőnek tűnik, nem nagyon értem ezt. Dániel segítségére jön Azariás, aki azt mondja, én figyeltelek téged akkor, amikor játszottál a lírán. Belenéztél az agyaktáblába, amiben az akkori kották, az akkori hangjegyek voltak bejegyezve. Miért tetted ezt? Ugye azért, hogy kövessed a hangjegyeket, és a zenéd az még szebb legyen. Mire azt mondja Adapa, hogy persze, hát pontosan ezért tettem. Szóval látod? Mi is azért nézünk az Isten igéjébe, mert Isten igéje vezet bennünket, és keretben maradunk. Ezért összhangban vagyunk ő vele, és ő így bíráskodik az életünk körülményein. Misael megszólal, és azt mondja, hogy tudod, Adapa, mi nem robotként szolgáljuk az Istent. Mi a teremtés urát szolgáljuk benne. 96. Zsoltár, amit valószínű, hogy Dánielék kívülről tudtak, ezt mondja. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, bizony megerősítette földkerekséget, nem inog, igazsággal ítéli a népeket, még a babiloni népeket is. Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne lévő, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvend, akkor az erdő minden fája is. Az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy megítélje a földet. Igazsággal ítéli majd a világot, és hűségével a népeket. Képzeljük el, ahogyan Dánielék elmondják, elénekelik ezt a Zsoltárt, és lehet, hogy a fiúk még mellé pengetnek egy kis babiloni dallamot. Aztán Anániás is bemutatkozik, és azt mondja, az én nevem Hannania, ami nem mást jelent, mint hogy az Úr kegyelmet mutat. Mi a kegyelem? Kérdezi Adapa.
A kegyelem az meg nem érdemelt nagyvonalúság és szeretet, amikor Isten éppen azt adja, amit mi nem érdemlünk meg. Ó, akkor te a kegyelem Istent, Dániel pedig az ítélet Istent imádjátok, ugye? Kérdezi Adapa. Dehogy is, csak egy Isten van, mondja Azariás, ahogy emberként is lehet valaki határozott, irgalmas, így van Istennel is. Többfajta tulajdonságát tiszteljük és imádjuk neki. A nevünk Isten jellemvonásának egy árnyalatát mutatja be. Én úgy szeretném, hogyha a mostani neveink is valamilyen formában Istenről tenne tanúbizonyságot. De hát sajnos a mi neveinket most már a utónévkönyvből választjuk ki. Azariás vagy Azarjá neve azt jelenti, az Úr segít. Ő is bemutatkozik. Azt mondja, a szüleim adták a nevemet. Sok segítségért, amit az Istentől kaptak. Az Isten igéje megmentette az életemet. Olvastam Jeremiás tekercsét, és rájöttem arra, hogy aminek történnie kell ezzel a babiloni invázióval, az a szemem előtt történik meg. Nabu közbeszól, és azt mondja, hogy gyerekek, ez nagyon vékonyka így. Én egy tudós vagyok. Nabu Isten tett azzá, neki köszönhetem a jó eredményeimet. Istárnak pedig a gyönyörű barátnőmet, és mi szeretjük egymást. Erre Azariás azt mondja, hogy honnan tudod, hogy a barátnőt szeret téged. Minden egyes érvedre egy ellenérvet tudok elmondani. Ezért tudományos szinten nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ti szeretitek egymást vagy nem. De tudjátok mit? Hadd mutatkozzon be Misáel is. És Misáel bemutatkozik, és azt mondja, az én nevem azt jelenti, ki olyan, mint Isten. Ő tesz egy javaslatot, és azt mondja, Nabúról és barátnőjéről csak megfigyelés alapján lehet megállapítani, hogy szeretik-e egymást. És azt kéri a babiloni egyetemistáktól, hogy figyeljék meg az ő életüket, és nézzék meg, hogy a nevükhöz méltóan élnek-e, majd utána kezdjenek el nyilatkozni. És az agymosásnak egy magas szintje történik itt meg, amikor észreveszik a babiloniak, a babiloni fejedelmek, az udvarmester, és nyilván a királynak ez a legfontosabb parancsa, hogy ezeknek a fiúknak az emlékezetéből is ki kell törölni az istenhitet, ki kell törölni az identitásukat, ami a nemzeti identitásukat jelenti, ki kell törölni a nyelvüket, hogy ne beszéljenek ezen a nyelven, és el kell venni a nevüket. Dánielt elnevezik Baltazárnak, ami azt jelenti, hogy a Bél Isten óvja az életedet. Anániást elnevezik Sadráknak, ami azt jelenti, hogy az akú parancsát kell neki teljesíteni. Azariást elnevezik Abednégónak, ami azt jelenti, hogy Nabu szolgálja. És Misáját vele bánnak el a legkegyetlenebbül, elnevezik Misáknak, ami azt jelenti, kicsoda olyan, mint akú. Képzeljük el ebben a helyzetben ezeket a fiatalokat, akiknek meg kell tudni maradni a mindenható, az igaz Isten mellett. Fel vannak készítve a fiataljaink arra, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülnek, amikor Istenről, az élő Istenről kellene bizonyságot tenniük, akkor tudják, hogy kicsoda ez az igaz Isten? Egyáltalán tudjuk-e, hogy miről szól az Istennek a szeretete számunkra? Hadd üdvözöljem Kraszna polgármesterét, kedves családját, aki itt van közöttünk. Imre, egy pillanatra, hogyha felállnál. Imre az a polgármester, aki az Isten tiszteletében és Isten félelmében vezeti ezt a községet, és egy fantasztikus eredményt értél el ebben a községben. Jó volt közöttetek lenni. És meghívást kaptam Kraszna középiskolájába, hogy előadást tartsak a fiataloknak. Sólyom Csilla tanárnő is ott volt velem, és ő intézte ezeket a látogatásokat. Az igazgató azt mondta, jöhet ide a lelkész, de politikáról és vallásról nem beszélhet. Hát köszönöm szépen, akkor miért látogassam meg az iskolát? Mondjuk politikáról amúgy se szeretek beszélni, csak Istennek, mert imádkozom a politikusokért, azt hiszem, hogy ez a legbiblikusabb politizálás. Istenről pedig nagyon szívesen beszélek, és ha igazán szívesen beszélek valakiről, akkor az csak Isten. Azt üzentem az igazgató úrnak, hogy én a főnökömről fogok beszélni, nem az Istenről, és ezzel lerendeztük ezt a kérdést. Végzős diákokat hoztak fel ebbe a terembe, az iskolának a dísztermébe. És azt mondtam a fiataloknak, hogy
ha még soha nem olvasták el a Bibliát, akkor 5 percen belül egy olyan bemutatónak lehetnek a részei, ami után soha nem felejtik el, hogy miről szól a Biblia. Mert Biblia nélkül, drágáim, nem lehetünk európaiak. Nincs az európai kultúrának más alapja, mint a Szentírás. Kérdeztem a fiataloktól, hogy van-e olyan közöttetek, aki nem végezte el valamikor a házi feladatát. Egyébként van itt ilyen közöttünk, hogy valamikor egyszer talán az életünkben nem végeztük el a házi feladatunkat. Johanna magasra emelte a kezét, és azt mondta, hogy én, lelkész úr. Mondom, Johanna, gyere ide, kijön a pódiumra, és azt mondtam neki, Johanna, én is tanár vagyok, meg foglak büntetni most. Azért, mert nem végezted el a házi feladatodat, ezért a büntetésed, hogy 200 darab fekvőtámaszt kell itt az iskola végzős diákjai előtt lenyomnod. Johannának azonnal elgörbült a szája, és gyorsan mondta, hogy én egyet se tudok rendesen. Mondom, Johanna, nem fejeztem még be, hadd kérdezzem meg most a közönséget. Van-e itt olyan közöttünk, aki legalább 20 fekvőtámaszt le tud nyomni? És elkezdtek lassan a fiúk jelentkezni, kicsit bátortalanul. Kezdtem számolni őket, 9 fiú jelentkezett. Mondom, még egy fiúra szükség van, erre egy lány azt mondja, hogy én is le tudok 20-at nyomni. Mondom, gyertek ide 10. 10 felsorakoztak. Majd azt mondom Johannának, Johanna, te számolod, 20-at fognak lenyomni, te éretted. Megkérdeztem tőlük, hajlandók vagytok-e ezt Johannáért megtenni. Mindennyien bólogattak, lementek, és Johanna számolt egészen 20-ig. Fölálltak, rájuk se néztem, oda mentem a táskámhoz, kivettem egy csomag csokoládét, és azt mondtam, a lányom csokoládé szakértő. Szerinte ez a világ legjobb csokoládéja, Johanna. Te rekordidő alatt lenyomtál 200 fekvőtámaszt, ezért én neked adom a világ legjobb csokoládéjának ezt az összeállítását. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Johanna abban a pillanatban elkezdte kibontani ezt a csokoládés zacskót. Mondom, Johanna, mit csinálsz? Ők csinálták, én helyettem, én miattam. Hát persze meg akarom kínálni őket. És azt mondtam, hogy gyerekek, pontosan ez a Bibliának az üzenete. Értsétek meg! Mi nem végeztük el jól a házi feladatunkat, mi döntöttünk úgy, hogy autonómiát akarunk az Istentől, és ennek a büntetése a halál. De Isten gondoskodott helyettesről. Úgy, ahogyan ezek 10 lenyomták Johanna helyett a fekvőtámaszokat, úgy Isten elküldte Jézus Krisztust, az ő fiát, hogy lenyomja helyettünk a fekvőtámaszt, azaz a keresztre támaszkodást. Meghalt érettünk, feltámadt és él, és kezünkbe adta az örök élet ajándékát. Mit csinálunk vele? Mondtam, Johanna, te hazaviheted ezt a csokoládét, beteheted a szekrénybe, eldughatod, senkivel nem muszáj megosztat. Te döntesz róla. Mit csinálsz vele? Mit csinálsz azzal az élettel, amit kaptál Istentől? A második kérdésünk az, hogy mi van egy elven. A babiloni képzési rendszer zseniális volt. 3 éves egyetemet talált ki Nabukodonozor, és gyakorlatilag agymosást hajtott végre azokon a fiatalokon, akik a legjobb képességűek voltak a leigázott területekről. Nyelvi átképzés, vallási agymosás, filozófiának a megtanítása, amiben a varázslás is benne van, közigazgatásnak magas szintű művelése. És akik elvégzik ezt, azok bármely tartományban Nabukodonozor király hűséges alattvalói lehetnek. Ők lehetnek a jövőbeli kormányzók. És az a kérdésem, hogy a mai fiatalok között vannak-e olyan jó képességű fiataljaink, akiket nyugodtan elküldhetünk egy ilyen agymosási egyetemre, és ők ki fognak tartani az élő Isten mellett, mert tudják, hogy ezt az elvet senki nem veheti el tőlük. Dániel első fejezet 8. versében azt olvassuk, de Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő ivott. És kérte a fő udvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Szeretnék valamit nagyon komolyan leszögezni itt. Barátaim, ez a döntés, ez nem az ennivalóról szól.
Dániel és három társa, miközben Jeruzsálemből Babilonba gyalogol, aközben is kapnak babiloni eledelt. Különben éhen haltak volna az úton. Amikor felszolgálják az ételt, ha brokkoli pástétom lett volna, brokkoli leves, brokkoli torta, brokkoli fagylalt, akkor sem ettek volna belőle. Mit tesz az Isten? Isten pedig kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt a fő udvarmester előtt. Isten nem hallgat, Isten ott van Babilonban. Azt mondta a fő udvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mi legyen az ételetek és az italotok. Miért látná, hogy a ti arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké? Hiszen így bajba sodornátok engem a királynál. Az elv, amit Dánielék itt gyakorolnak, az az, hogy a magatartásukkal, a döntéseikkel igazolják, hogy az az Isten, akit ők szolgálnak, az él. Péter azonban az ő levelében egy kicsit új szövetségi értelemben kiszélesíti ennek az elvnek a gyakorlását, és azt mondja, de ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, ne nyugtalankodjatok. Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő reménységet, de szelídséggel, félelemmel. És jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amiben rágalmaznak titeket, szégyenüljenek meg azok, akik gyalázzák a Krisztusban való példás magatartásotokat. Dánielék kitartanak az ő döntésük mellett. A fő udvarmester félti a fejét, és Dániel rájön arra, hogy ő nem fog engedélyt adni. Ezért rangban a következő szintre megy Dániel, és azt mondja a felügyelőnek, aki a fő udvarmester Dániel, Hananya, Misael és Azarja fölé rendelt. Közvetlenül őket felügyelte ez az alfelügyelő. Kérlek, tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. Amit itt Dániel kér, az nagyon-nagyon fontos. Az eredeti írás szerint pontosan azokat a kifejezéseket használja, amit a Teremtés könyve használ, ahogyan Isten megteremtette a makozó füveket és a gyümölcstermő fákat. Dániel és három társa azt mondja, hogy mi nem akarjuk azt, hogy bárki azt gondolja, hogy bennünket a király etet és a király éltet. A mi Istenünk él. És mi nem a király asztaláról, hanem a mindenható Isten asztaláról fogunk enni. Azután nézd meg a mi arcunkat, és azoknak az ifjaknak arcát, akik a király ételéből esznek, és amit látsz, annak megfelelően cselekedjél majd szolgáiddal. Erre ő engedett nékik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva arcuk szebbnek, és testük tápláltabbnak látszott a többi ifjújénál, akik a király ételéből ettek. Testvéreim, ez minden dietetikus elvnek ellentmond. Az eredeti írás azt mondja, hogy ők szebbek voltak, és húsukban zsírosabbak voltak, mint azok, akik a babiloni király ételéből ettek. Én úgy tudom, hogy a zöldségféléket és a vizet pont az ellenkező irányban szoktuk használni, hogy az ember fogjon, testzsírt csökkentsen, és kialakítson egy ilyen ideális alakot. Isten ellene megy ennek, és azt mondja, hogy nem. Én be tudom mutatni azt, hogy nem az étel, nem az, amit megeszel, hanem az én jelenlétem tesz téged kedvessé, széppé és egészségessé. Ezért van probléma akkor, amikor netalán bármit, akár amit az Isten teremt, vagy egy élő lényt, az Isten fölé helyezünk, és azt hisszük, hogy abban van a megoldás. Dánielék itt igazolják, hogy az élő Isten, aki ott Babilonban is megnyilvánul, ő adja az eredményeket. Nem esznek a király eledeléből azért, mert nem akarják, hogy bárki azt mondja, hogy a király tartott titeket jól.
Az evést sajnos abban az időben is átitatta a vallás, és bálványimádás lett belőle. Ugyanígy átitathatja az evésünket ma is, a vallás és bálványimádás lehet belőle. Mert testvéreim, hogyha mi netalán azt üzenjük az embereknek, amikor bajban vannak, hogy egy egyszerű életmód változással megoldódik a problémájuk, akkor az ugyanolyan bálványimádás, mint a babiloni. A mi feladatunk ebben a 21. században az, hogy Istenre irányítsuk a figyelmet, és azt mondjuk, hogyha a szívedben történik a változás, akkor lesz igazán eredmény. Azzal, hogy nem esznek, azt igazolják, hogy az ő teremtőjük, az Isten él. Szembe mennek mindenféle babiloni bálványimádással. Milyen következtetésre juthatunk? Isten a főszereplő. Isten pedig a négy ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Dániel és három társa hűségesek az Istenhez. Vállalják a nevüket, a hitüket és a meggyőződésüket. Nem az ételben van az eredményesség titka. Ha netalán azt a hamis következtetést vonnánk le, hogy lányok, ha meg akartok nyerni egy szépségversenyt, most 2016-ban egyetek zöldséget, igyatok vizet, ti fogjátok nyerni Magyarország szépségversenyét. Ez nem igaz. Ha be akartok jutni az egyetemre, és ti okosabbak szeretnétek lenni, mint a Yale Egyetemen tanulók, vagy Cambridge-ben, vagy Oxfordban tanulók, egyetek zöldséget, igyatok vizet, és biztos okosabbak lesztek, ez egy nagyon-nagyon téves következtetés lenne az igéből. A Szentírás azt mondja, Isten pedig értelmet adott ennek a négy fiúnak. Nem a kaja, nem az étel, hanem Isten. Az ő hűségükkel pedig azt bizonyították, hogy ők hisznek ebben az Istenben. Ő, Dániel, majd a három ifjú az Isten képviseletét látja el. Próbára is tétetnek. A harmadik fejezet azt mondja, hogy Nabukodonozor király felállított egy hatalmas nagy szobrot, hogy imádják azt, és a szobrot valószínű, hogy saját magáról mintáztatta. Ott van három ifjú, Dánielnek a három barátja, akik azt mondják, ime a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet fölállítottál, nem imádjuk. Mert az az Isten, aki életben tud tartani étel nélkül is, az az Isten meg tud őrizni a tűztől is. És mi, király, mi nem vagyunk hajlandóak eszerint, az új világnézet szerint élni. Mi még mindig bízunk a mindenható Istenben. Az az érdekes, hogy akkor, amikor Dániel már 87 éves idős ember, és egy másik birodalomban, a Médó-Perzsa birodalomban próbára teszik a hitét, és ő naponta háromszor megnyitja az ablakát Jeruzsálem felé, és imádkozik, mert hisz Istenben, lerohanják a barátai, és az oroszlánok vermében találja magát. Mindig azt hittem, gyerekkoromban, hogy az Úristen elküldte a Schwarzenegger nevű angyalát, aki nagy erőfeszítések árán befogta az oroszlánok száját, hogy nehogy szegény Dánielt megegyék. De aztán rájöttem arra, hogy ez nem feltétlenül így történt. Ami igazán történik, az nem más, mint az, hogy Isten az ő jelenlétét biztosítja ott. Isten a jelenlétét biztosítja az oroszlánok vermében, és volt olyan idő, amikor az oroszlán és az ember együtt lakozott békességben, az ő jelenléte békességet teremt ott. És nézzétek meg, hogy amikor a verem közelébe ér Dárius király, szomorú hangon kiáltott Dánielnek, és így szólt. Dániel, nem azt mondja, hogy Baltazár, azt mondja, Dániel az élő Isten szolgája. Dániel 87 éves korában is, egy másik birodalomban is úgy ismert, mint Dániel. Mert megőrizte a nevét, mert Isten az ő ura. Meg tudott
szabadítani a te Istened, akit te szolgálsz az oroszlánoktól? Dániel nem azt mondja, hogy te szerencsétlen, bedobtál ide az oroszlánok vermébe, tisztelettel visszaválaszol, király, örökké élj. Én azért élek a te birodalmadban, hogy te örökké élj. Igen, az én Istenem elküldte az ő angyalát, békességet teremtett itt, és megszabadított. Lehetséges az árral szemben menni. Idén Márkkal együtt néztük az aranylabda díjkiosztást, és tudjátok, hogy az aranylabda díjkiosztáson van egy Puskás díj is. Enden Lira volt az, aki Brazíliából megkapta a Puskás díjat. Nem a foci miatt érdekes ez, hanem azért érdekes ez, mert egy fiatalember odaáll a világ férfiai elé, és hadd reméljem azt, hogy legalább 2-3 milliárd ember látta ezt a fiatalembert, és hallotta azt, amit mondott. Föláll az emelvényre, és azt mondja, köszönöm először is Istennek, hogy ezt a díjat megkaphattam. Köszönöm a családomnak, a csapatomnak. Isten tett képessé engem, hogy így focizzak. Majd ránéz a plénumra, és azt mondja, hogy ti, hírességek, számomra a videójátékokból vagytok ismerősek. Most először látlak benneteket személyesen. És örülök neki. De van egy üzenetem a Bibliából. Ez pedig Dávid és Góliát történetéből van. Amikor Dávid, a kis pásztorfiú elindult, hogy megmérkőzzön Góliáttal, akkor a tömeg valószínű, hogy azt sukta neki, vagy azt ordította a fülébe, hogy nem látod, hogy mekkora nagy. Micsoda nagy, hatalmas ember ez. És azt mondja, hogy szerintem Dávid pedig arra gondolt, az én Istenem alkotta őt akkora nagyjá és olyan hatalmassá, hogy amikor a paritjából elengedem a követ, nehogy véletlenül eltéveszem. És azt mondta, hogy azért 7,5 méter a focikapu, hogy ő betaláljon, hogy nehogy eltévessze a lövést. Mi hogy állunk ehhez a kérdéshez? Mi van a mi nevünkben, és milyen elveket vallunk mi, hogy itt a 21. századi Európában az emberek megtudják, hogy van egy élő Isten, és ez az élő Isten, ez minden ember szívében dolgozik, és arra hívott engem is téged, hogy a látható képviselőivé váljunk. Tegyen bennünket Isten egy ilyen képviselővé. Amen.